azóta láttad őt másik filmben. A 80-as évek egyik legkultikusabb filmje, több évtizede a popkulturális utalások egyik legimpozánsabb darabja, a Steven Spielberg és Robert Zemeckis által életre keltett Vissza a jövőbe trilógia, amely azóta is generációkat ejt ámulatba. A film az egyik sarokpontja mindannak, amit ma popkultúrának hívunk. Michael Yeoh, Fox és Christopher Lloyd örökre beírták a nevüket az emberiség történelmébe. De nem csak ők arattak osztatlan sikert a képernyőkön és a mozivásznakon, hanem a film ikonikus főgonosza, Biff Tannen, azaz Tom Wilson is. De többek között Crispin Glovernek is zseniális karrierje lett. De vajon mi történt Marty McFly barátnőjével, a gyönyörű Claudia Welsh-szel? Az 1966-ban Kuala Lumpurban született színésznőnek ez volt élete első nagy szerepe, ám a többi részben már nem ő játszotta Jennifer Parkert, mivel a színésznő édesanyja betegsége miatt visszavonult a nyilvánosság elől. Később a divatiparban dolgozott, majd 2011-ben kisebb, független filmekkel tért vissza a színre. 2011-ben többek között ő kölcsönözte a hangját Jennifer Parkernek az ekkor kiadott Vissza a jövőbe játékban. Profi Media.